Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozik a Somogyi Könyvtár a Tricikli Fesztiválhoz, amelyet Szegedről indult mozgóirodalmi fesztivál. Az irodalmi kezdeményezés mára már Magyar Kanizsán és Sepsiszentgyörgyön is nagy sikernek örvend. Ehhez kapcsolódóan tekinthető meg az Irodalom három keréken című kiállítás a Somogyi Könyvtárban, amely többek között bemutatja a kerékpár fejlődésének történetét, a közlekedést és egyéb érdekességeket könyveken és cikkeken keresztül. A fesztivált az Petró Anna Mari szervezőtársammal találtuk ki még 2021-ben, vagy talán még egy kicsit visszamenőleg is. Ez egyik kocsmai beszélgetésünk során, amikor kitaláltuk azt, hogy azt a három helyet, amit mi nagyon gyakran látogatunk, ami pedig a Megálló Közösségi Ház, a Grand Café és a Jazz Kocsma, valamiképp össze kéne kötni egy napra, úgyhogy különböző stílusú eseményeket rendezünk a különböző terekben, mindegyiknek kicsit felmutatva az, hogy milyen profillal is rendelkezik a hely, és végigvezetni a közönséget, tehát hogy célunk volt az is, hogy egy ilyen egybefüggő közönség vándoroltatás menjen végbe, és meg is lássák a szegediek ezt, hogy oppá, különféle helyekkel rendelkezünk, közösségi terekkel, tehát hogy érdemes gyakrabban is látogatni ezeket. Ez volt az alap idea, és utána ez ért tovább. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy kerékpárral menjenek a vendégek, tehát hogy kerékpárral vezessük végig őket, úgyhogy a következő évben is ez volt a cél, csak akkor már hirtelen egy kicsit kibővöltünk, az egyik az lett, hogy lett további 6 másik helyszínünk, illetve megkerestek minket Sepsiszentgyörgyről is, ez 2022, hogy ők is átvennék szívesen a formátumot, amire hát mi természetesen egyből azt mondtuk, hogy igen, annyit kértünk csak, hogy várjatok, mert ki van egy kerék, az mi nevünk az, hogy Tricikli Fesztivál, muszáj ezt a háromságot megtartani, úgyhogy megkerestük Magyar Kanizsát is, ahol ismerő szervezőtársak voltak, főleg a Malon Fesztivál kapcsán, ők is becsatlakoztak, így egészült ki megint a hármasság, és így vagyunk három ország, három városában. Pont egyébként az idei évben írtunk alá egy ilyen közös értéknyilatkozatot a szegedi helyszínekkel, illetve a másik városoknak a főszervezőivel is. Ebben nagyon sok minden bekerült, többek között az is, hogy a határon túli, akárhonnan is nézzük, kezdeményezéseket hogyan próbáljuk felkarolni, és egymáshoz akár át is utaztatni. Nyilván a kerékpározás és az olvasás népszerűsítése azt talán most már egyértelmű a tricikli látogatóinak, de természetesen mindegyik város egy kicsit más, úgyhogy a helyi közösségeknek, az alulról jövő kezdeményezéseknek, és annak a fajta árokbetemetésnek is a helyszíne talán a Tricikli Fesztivál, hogy minél több profilú és minél barátibb közösségek tudjanak egymásra ilyenkor hatással lenni, kicsit elfelejtsük a rivalizálást, hogyha már arról van szó, hogy egy város kultúrájáért dolgozunk, úgyhogy ezeknek a helyeknek legyen akár önkormányzati fenntartású, akár egy független közösségi tér, akár egy profitorientált kávézó, de hogyha megvan az a civil gondolkodásmód, egymásra figyelés, akkor mi már érdemesnek tartjuk, hogy őket összekössük, és ezt felmutassuk a szegedieknek is, illetve a mindegyik város a saját közösségének. Mivel az elmúlt években a Somogyi Könyvtár is aktív részese volt a Tricikli Fesztivál programjainak, nem véletlen, hogy az irodalmi rendezvénysorozat kezdete előtt egy hónappal a bibliotéka kiállítással kapcsolódik a rendezvényhez. A fesztiválon több helyszínnel dolgozunk együtt, állandóan vannak megbeszélések. Szerintem az egyik ilyen megbeszélésnek a folyamánya volt az, hogy valakinek kiugrott a fejéből az ötlet, hogy legyen már egy kiállítás is. Én azt hiszem, hogy mi is akartunk hozni ide kiállítást, csak az nem teljesen állt össze, de a Somogyi Könyvtár már egyből rákopott az ötletre, már dolgoztak azon, hogy összeszedjék a különböző nyomtatott anyagokból a kiállítási anyagot, úgyhogy igazából mi csak figyeltük azt, hogy hoppáré, igazából egy kérésünkbe se tellett, és a Somogyi Könyvtár már is rittyentett egy kiállítást itt a fesztiválnak a felvezetéséként, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Maga a könyvtár is törekszik egy kerékpáros barát munkahely lenni, és ennek kapcsán pályázott is, és idén el is nyert egy haladó kerékpáros munkahely címet. Összesen 5 tárolóban osztottuk szét ezt az egész nagy koncepciót, és igazából 2 az, ami egy kicsit egy ilyen visszatekintés a múltba, vagy valamilyen utomódon visszatekintés a múltba, amit így szétosztottunk mondjuk az ipari forradalom előtre és az utára, és ezekbe így szépen szét is osztottuk egyenletesen kb. Az akkori járműveket, közlekedési eszközöket. Van egy, ami egy ilyen furcsa járgányok címét viseli, ez lényegében a századfordulón
kitalált olyan járgányok, amik egy időben használtak, de aztán nem igazán vált be, és utána el is tűnt a 20. században, és aztán ma is például előjött ilyen például az elektromos busznak az ötlete, vagy például maga az elektromos rollerré is. Akkor van egy másik tárlónk, ami kifejezetten a kerékpár történetére asszociál, vagy azt dolgozza ki, illetve van egy ilyen jövőkép, ami igazából maga azt a közlekedésnek a jövőjét képzeli el, tehát az elektromos kerékpártól kezdve a elektromos kompokig minden területet lefed. Ez csak egy ilyen kis utalás igazából magában a tárolókban, hogy mind az ötben el van rejtve valamilyen utómódon maga a kerékpárnak a szimbóluma. Ez is egyfajta, ez is összefűzi az öt tárolót egyé. Az egyik különlegesség, ami közte van, az például maga a kocson gyártott kocsik, ami a reneszánsz kornak a nagyon nagy ilyen divatja, hóbortja volt, olyannyira hatékony és gyors kocsik voltak, nem csak Mátyás király szerette, hanem Európában ezek konkrétan elszaporodtak, és jól érzékelteti azt, hogy a mai európai nyelvekben különféle formákban, de megtalálható a kocsi szavunk. Tehát például ez az első tárolóban ez így kifejtésre kerül. Aztán a másik tárolóban megjelenik maga a helikopternek az ötlete is, az első prototípusai, amiket kipróbáltak, ezek még nem személyszállításra, csak egy ilyen teszt formájában. Magában a kerékpár történeti tárolóban, ott igazából magának a kerékpárnak a formavilágán azon megyünk keresztül, hogy hogyan lesz a nagy gigantikus velocipédből egy mai kerékpár, ennek a formavilágát veszi át, és maga az ötleteket, hogy hogyan próbálták ezt így finomítgatni, hatékonyabbá tenni. A kiállításon több érdekes közlekedés történeti információval is találkozhatnak a látogatók. Érdekes azt is látni, hogy magának a kocsinak a formája az hogyan nyeri el a sajátos formáját. Ugyebár legelőször még egy sokkal jobban hasonlított egy fiák erre. Tehát kifejezetten az a formavilág így lette, és úgy is alkották meg először, és aztán szépen lassan alakult át a ma is ismert kocsivá. Ugyebár a furcsa járműveknél ott még láthatjuk például az aradi elsőn elektromos buszt, amit kifejezetten így gyártottak le és próbáltak használni. Nem igazán sok sikerrel, aztán végül az első világháborúban ez el is tűnik, szóval, de voltak ilyenfajta próbálkozások. Tehát ez leginkább egy olyan tároló, ami ezeknek a próbálkozásokról szólt, és hát van, ami bevált, van, ami aztán tényleg később így eltűnt. Maga a Kressz könyv, igazából ez úgy is lett ez a tároló, ez összerakva az ipari forradalomtól napjainkig, és ez igazából valamikor a 30-as, 40-es években már óhatatlanul kellett egy olyan egységes törvénykezés, ami a közlekedést fogja törvényezni, vagy közlekedést fogja rendezni, mert voltak már balesetek. Egyébként érdekes, hogy az első ilyen ismert kocsi baleset Magyarországon Törlei József nevéhez kapcsolódik, ahhoz a Törlei Józsefhez, aki a Törlei Pezsgőnek volt a fejese. Szóval lényegében muszáj volt egy ilyen közlekedési törvényt megalkotni, és ennek kapcsán jött végül, aztán végül a Kressz. De csak jóval később a 20. század másik felében. Az első ipari forradalom kapcsán, az 1840-es évek kapcsán mindenképpen a vasút, tehát ez volt a legelső, és aztán próbálkoztak különféle gőzmeghajtású járművekkel. Igazából a vasúton kívül nagyon más nem is nagyon tudott így megmaradni, és akkor lényegében utána jött majd a második ipari forradalom kapcsán jöttek elő azok a járművek, amiket ma is használunk, és érdekesség egyébként, hogy egy időben jelent meg maga az elektronikus kocsinak vagy gépjárművenek az ötlete, mint a belső égésűjé, és egy ideig ezek versengtek is egymással. Aztán nyilván hosszú távon a belső égésű győzte le az elektromos kocsit, és igazából ez ott el is dőlt egy időre ez a verseny. Igazából ugyanaz a technológiai fejlődési hullám van, vagy mondhatni hasonló, mint mondjuk az ipari forradalom kapcsán, tehát egy nagyon nagy léptékű fejlődésről beszélhetünk, és ez kihatott az akkumulátortól kezdve a nyomtatott áramkörökön át, és igazából mivel minél kisebbre lehetett ezt igazából összerakni, egy idő után már elérhetővé vált az, hogy mondjuk nagyobb kapacitású akkumulátorokat is elő lehessen állítani, és ezzel igazából előjött az ötlet, hogy ténylegesen van értelme mondjuk az elektromos járműveknek.
Mindenképp a hármasság volt az, ami beindította a fantáziánkat, de ami még nagyban hozzájárult a névnek a kiválasztásához, az az, hogy mindenképpen egy kicsit családbarátabb nevet akartunk választani. A Tricikli Fesztivál úgy éreztük, hogy kicsit a gyerekek felé is szól, és ezt, ha bár az első évben talán még kevésbé, bár akkor is egy ilyen családi délelőttel indult a program, de azóta leginkább úgy próbáljuk felmutatni, hogy például a Kövér Béla Bábszínház is a helyszíneink között vannak, hát ők pedig profi módon, tehát hogy szakmailag is értő módon tudnak hozzányúlni ehhez, és segítenek minket abban, hogy tényleg valóságosan nagyon erős gyerekprogramok jöjjenek létre, amik tényleg megszólítják a családosokat, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk nekik. S ha már a Tricikli Fesztiválhoz kapcsolódik a Somogyi Könyvtár közlekedés történeti kiállítása, a tricikliről is található néhány érdekesség a tárlókban. Magának a triciklinek inkább talán a gyerekek körében volt divatja. Nyilván a maga biztonságába adódóan, meg kicsit ilyen gyakorlás arra is, hogy utána egyszer az egyensúlyi érzékük is jobban finomodjon, és akkor ebben segített. A Tricikli Fesztivál az utóbbi időben egyre meghatározóbbá vált. Az irodalmi rendezvénysorozatként indult kezdeményezéshez most már több olyan helyszín is csatlakozik, amely arculatával és repertoáriával többféle kulturális, művészeti és szórakoztató területről von be programokat. Igen, egyébként most már a helyszínek szerintem bevonódtak annyira, hogy egyébként mindenki azt hozza, amivel ő egyébként évközben is dolgozik, csak egy kicsit triciklisítve. Tehát, hogy egy kicsit a nyári lazassághoz, ehhez a Vándor Nomád Fesztiválhoz igazodik minden program. Nem kell túl nagy vállalásokra gondolni, de közben meg nagyon fontos az, hogy mégis valami olyasmit mutassunk fel, ami miatt érdemes kimenni, akár a megállóba, akár nem tudom, a Sárgára, most például az Öreg Honvéd is helyszínünk lesz. Tehát, hogy olyan programokat kell felmutatni, amik mégis valahogy az embereket kimozdítják a fotelből, hiába van meleg, hiába van nyár, de hogy ez mégis egy ilyen közösségi találkozás, úgyhogy igen, és hát sokszínű a fesztivál. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy az első két évben inkább irodalmi programokkal rukkoltunk elő, azért most már így, hogy két héttel a könyvhét után jövünk, mi próbálunk egy kicsit többet variálni azzal, hogy minél több koncert, képzőművészet is előforduljon a programok között, és persze a gyerekprogramok is. Az Irodalom három keréken című közlekedés történeti kiállítás június 29-ig tekinthető meg a Somogyi Könyvtárban, aki pedig kedvet kapott a Tricikli Fesztiválhoz, június 27-e és 30-a között vehet részt a programjain.